Új intézmény az élsportolók egészségügyi szűrésében megnyílt a Nemzeti Sportközpontok Sporttudományi és Diagnosztikai Központja, ahol a Héraklész program és a futballakadémiák sportolói tesztelik. Sportkardiológiai vizsgálatokkal is modern gépeket vásároltak. Dr. Szabó Tamás, a centrum vezetője jön már is a részleteken. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szép hosszú neve van az új központnak, de milyen átszervezés meg fejlesztés áll mögötte? Ez azért kérdés, mert van olyan, amikor cégtáblákat szoktak cserélni, de itt, hogyha jól értelmeztem, jóval többről van szó. Így van, jóval többről. Ugyan van előzménye, hiszen ha visszanyúlunk az időbe, akkor 75-ben alapult a KSI-nek a tudományos csoportja, ez tovább élt a Nemzeti Utánpótlásnevelési Intézetben, és most egy új stáció érkezett el, a Nemzeti Sportközpontokban fölépült egy olyan labor, amelyik már úgy tűnik, hogy európai szintű lesz előbb-utóbb, de az alapok megvannak. Milyennek a címe? Mármint, hogy hol keressük? Ez ott van, ugyanott van, ahol idáig voltunk. Ugye a meghívón, a sajtótájékoztató meghívóján is az volt, hogy tornacsarnok épülete. Ez egy mosoda volt annak idején. Erről, aki bennfent és azt tudja, hogy hol van, gyakorlatilag az István mezei út 1-3 alatt van. Mekkora költségvetéssel dolgozik ez az intézmény, és hány szakembert kellett, vagy hát nem kellett, hanem jó, hogy igazoltak? Nagyon szoros költségvetéssel dolgozunk. Az éves jövő évi költségvetésünk az körülbelül 70 millió forint, tehát egy szerény összeg. A munkamegosztásban próbáljuk megtalálni a megfelelő működési formákat, viszonylag szűk azoknak a létszáma, vagy akik főfoglalkozásban dolgoznak, heten vagyunk idáig, és a kollaborációban abban látjuk a lehetőségeket. Akkor itt a legnagyobb befektetés ebben bizonyos gépek vásárlása volt, igaz? Egyrészt vásároltunk, kaptunk, másrészt pedig ami volt, azt áthoztuk. Hála Istennek, elég modern gépekkel dolgoztak az embereink a másik helyen. Na most, hogyha ide egy fiatal ember bekerül ebbe az üzembe, akkor sportorvosilag teljesítménytesztelésen, szűréseken keresztül szívvizsgálatokig miféle dolgokon kell, illetve tud átesni a tudásuk alapján? Attól függ, mi a kérdésfeltevés. Több fronton fogunk dolgozni. Hát az első, talán a legnagyobb a terheléses vizsgálatok, ahol ugye az energiaellátó rendszereket vizsgáljuk, milyen állapotban vannak, milyen prognózis van, esetleg milyen problémák jönnek elő, ugye a terheléses vizsgálatoknál a rejtett problémák előjöhetnek. Tehát ennek van egy egészségügyi szűrés oldala is. Ezen kívül a testi fejlődéssel kapcsolatban folytatjuk az eddig igen jó színvonalon folyt munkát, főként ugye a fiatalokkal foglalkozunk. Ezeknek a fiataloknak a fejlődése, testösszetétele, a prognosztikus értékek nagyon fontosak, nagy segítséget nyújtanak az edzőknek a kiválasztásban és a képzésben. Ezen kívül a pszichológiai profilok is nagyon fontosak. Ugye azt tudjuk, hogy az élsportolók, vagy akik azok lesznek, azok azért nem az átlaghoz tartoznak, és ezeket a jegyeket próbáljuk mi megkeresni. Tehát ha betelefonál majd egy-két év múlva egy edző, nyerő típusú középpályást igen, keresek, igen. Akkor már köpi ki a gép a neveket. Hát hála Istennek azért ez nem így működik, igen. De kétségtelen, hogy itt elég megbízható diagnózisokat lehet felállítani. Új frontokat is nyitunk, biomechanikához hozzányúlunk, főként az erőfejlesztéssel kapcsolatban. Magyar sportnak egyébként egy komoly problémája a fizikai képzés, de hát haladni kell a világgal, ezeket a törekvéseket is segíteni kell. És talán utoljára hagytam egy nagyon kényes kérdést, de nagyon fontos kérdést, a kardiológiai szűrést. Ugye az elmúlt időszakban azért egy-két tragikus eset fölhívta a figyelmet arra, hogy ezt a vizsgálatot, ezt sokkal komolyabban kell venni, mint idáig lehet. Tehát ezért ennek a központnak az egyik hát nagyon fontos munkája a szűrés lesz. Ahogy elhangzott a fölvezetőben, az utánpótláskorúaknál, különösen a fotball
szakmában a kardiológiai központtal, vagy az új nevén szív- és érgyógyászati klinikával, a Merkeli professzorikkal. Így van, együtt dolgozunk, azokat a metodikákat alkalmazzuk. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk csinálni, ezt tényleg modern gépek kellenek, hála Istennek az MLS segített nekünk ez ügyben, úgyhogy megfelelő berendezésekkel rendelkezünk már. Akkor azt lehet mondani, hogy első menetben ez a magyar utánpótlás sport elitjének lesz egy kis üzeme, amiben ugye a Hiraxis programban résztvevők és a foci akadémiák tanulói, sportolói vehetnek részt. Mindenki? Tehát van egy olyan terv, hogy bizonyos időre, időintervallumra mindenkiről elvégzik ezeket a vizsgálatokat, és hány ember ez összesen? Ez a két kör, amit elmondtam. Az a helyzet, vannak itt prioritások. Én úgy gondolom, hogy azoknál a sportágaknál, ahol például a szívkeringési rendszer, ugye a nagy intenzitás és volumenű munkák miatt igencsak terhelt, ott mindenképp prioritás a kardiológiai vizsgálat. Nézzük a sorrendet, sportágok szerint akkor. A sportágok, hát, foci. Hát a futball, ugye a futball, a kézilabda, akár a vízilabda, ott van az atlétika, az úszás, és tehát ahol intenzív állóképességi terhelés van. Ezzel nem lesz gond, erre nagy igény van, tehát már most jönnek a telefonok. Ugye a kérdés az volt, hogy végül is ez az elit számára szól. Igen, elsősorban az elit számára, de én már most látom, hogy a szabad kapacitásban nem tudjuk kikerülni azokat a kéréseket, amik egyébként most elkezdtek özönleni. Tehát, hogyha valaki nem ezek a körhöz tartozik, de nagyon szeretne és így és van, fontosnak így tartja, van. Hogy megjelenjen, akkor bízvás próbálkozzék. Ennek a lehetőségét meg kell teremteni, így van. Csak a számot mondja még egyszer, hogy összesen ez mekkora kör, ha hát úgy néz ki, hogy a Heracles programban abban 1500 gyerek van a bajnokban és 400 a csillagprogramban. Az akadémiáknál körülbelül évente egy 500-600 fővel számolunk, tehát ez nagy üzem. Lesz-e ennek az intézetnek valamifajta vétójoga? Gondolok arra, hogyha kiderül, ne adj Isten, egy sportolóról, hogy komoly kockázati tényezők vannak, hogy kimondja az intézet, hogy abba kell hagyni? Hogy ad róla egy papírt, hogy ezt abba kell hagyni? Nem. A menet az, hogy mi a diagnózisokat próbáljuk meg fölállítani. Amennyiben probléma van, akkor irányítjuk a gyerekeket olyan helyre, ahol sokkal jobban értenek, tehát specialisták vannak. Ez akár belgyógyászati, akár hematológiai, akár kardiológiai probléma. Tehát ez a munka, tehát itt van a kollaborációnak a lényege, hogy ha gond van, akkor közösen kell ezt megoldani. Hát ugye stratégiai partnereink vannak, mert ott van a sportkórház, ott van a testnevelési főiskola, vagy ugye a Semmelweisnek a sporttudományi kara, illetve ott van a kardiológiai háttér. Úgyhogy komoly munka. Klubok próbálkozhatnak valamifajta együttműködést kötni? Én úgy gondolom, hogy első menetben a szövetségekkel kell megcsinálnunk a programokat, összeállítani azoknak a csapatait, akik oda fognak jönni, majd hogy nem kötelező jelleggel, ami idáig is működött a Heracles programban, és utána tudjuk kinyitni a kaput. Persze ehhez személyi fejlesztés kell, és hát fejlődnünk kell, de hát erre megvannak a tervek. Ha megvannak egy-egy fiatal eredményei, azt a szülők megismerhetik? Így van, a szülő az megismerheti. Hát az itt elég szigorú szabályok vannak, hogy személyes adatokat, főként olyan adatokat, amik hát nehezen is érthetők, félreérthetők, szóval ezeket a szülőknek kiadhatjuk, a gyerekekkel természetesen meg kell beszélni, illetve az edzőkre, ami tartozik, azt oda kell adni. Miért nem, ez utolsó kérdésem, hogy miért nem lesznek kapcsolatban a hagyományos sportolósi hálózattal? Az egy más szakma. Tehát itt gyógyítás nincs, diagnózis van, legmodernebb eszközökkel. Persze a metodikák azok nagyon hasonlítanak, akár az orvostudományban, akár a pszichológiában, akár egyéb területeken használatos metodikákhoz, de nekünk nem az a célunk, hogy gyógyítsunk.
a diagnózisokat kell felállítani, és ha probléma van, akkor ezt oldják meg azok a szakemberek, akik erre hivatottak. Hát akkor a végére értünk, és más nem kívánok, mint jó munkát. Köszönjük, lesz elég, úgy tűnik. Köszönöm szépen, hogy itt volt.